A most következő tudós szintén nem szobatudós, hanem olyan professzor, sőt, mint megtudtam most reggel már, professzor emeritus, a Szegedi Egyetem professzor emeritusa, aki a költségvetési gazdálkodással, a költségvetési gazdálkodás ellenőrzésével töltötte el életének egy igen jelentős részét. Egy ilyen rendezvény, mint a pénztár vetélkedő, természetesen fontos helyet foglal el sok embernek az életében, méghozzá azért, mert sikerül eljuttatni azt az érzést az emberekhez, hogy ez egy fontos rendezvény. És a rendezvény fontosságát néhány emblematikus személyiség adja meg, és azt hiszem, hogy Kovács Árpád az első ebben a sorban, mint a versenybizottságnak az elnöke, aki kezdetektől fogva ezzel a csapattal együtt van, és a személyével emeli ennek a vetélkedőnek a rangját. Kedves Árpád, parancsolj, köszönts bennünket! Kedves mindnyájan, hát az a szerencsés helyzetem van, ahol Han Tamás barátom prezentálta tisztelt jegybegyűlteknek, hogy 2013 óta folyamatosan minden évben találkozunk, hol nagyobb, hol szűkebb körben, így az indításán a versenysorozatnak. És hát az a megtiszteltetés, hogy a versenybizottság elnöke szoktam lenni. És hát számomra a felkérés nem csak az, hogy egy nagy megtiszteltetés, hanem egy tanulási lehetőség, mert hát az összeállított kérdéssorozatok, amit a kollégák, tudós emberek összerakosgatnak, azok bizony embert próbálóak, és az ember irigykedik néha, hogy a fiatalok milyen virtigli módon válaszolnak. Persze azt is el kell mondanom, hogy ez mindig elgondolkozik az ember, amikor újra és újra találkozik, hogy ez a kiváló 4000 ember, mert körülbelül évente 4000-en jönnek össze, és hát a versenysorozatban eddig 20000-en vettek részt, ami egy óriási szám, hogy ez mennyire reprezentálja a magyar középiskolai kört, és ehhez képest, ehhez a tudáshoz képest, hogy hol tart valójában. De hát azt lehet mondani, hogy mindig a elit az mindig húzza magával a többit, és a fölfelé való nivelláció az az igazi húzó erő. Tehát ez a versenysorozat ebben a tekintetben egészen kivételes lehetőséget és módot ad. És hát azt is hozzá kell tenni ebben, hogy a résztvevők szinte kivétel nélkül egyetemre jártak azóta, sőt, hát van olyan, aki elvégezte a egyetemet, a bachelor fokozatot szerzett már, és hát a mesterfokozatnak a végén járt. Tehát ez egy hallatlan nagy dolog, hogy az egyetemi képzésben, közgazdászképzésben, matematikus képzésben elinduló társaság az ilyen erővel indul el. Na most ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz én úgy gondolom, hogy egy olyan példaértékű összefogásra van szükség, amiben Kerekes György úréknak nagyon nagy szerepe van. Az ő generáló szerepük nélkül nem működne, hiszen a tanórákon kívül, itt-ott a tanórákon, a pedagógusok, felkészítő pedagógusok, tanárok, tehát búvárkodással sokszor egészen kollégám is szoktak segíteni ezeknek a kérdéseknek az összeállításával, vagy magam én is, és hát van, aminek nekünk is utána kell nézni, hogy ez megválaszolható legyen, nem is beszélve az adatszerűségekről és másokról, és mindig van a versenynek egy olyan bája, hogy a magyar pénztörténethez is kapcsolódik nagyon erőteljesen, tehát ott pedig hát az ember történeti ismereteiben sokszor szégyenkezve látja, hogy ezek a fiatal emberek milyen nagyszerűen eligazodnak. Hát persze készülnek rá, de hát vele megtanulják a magyar nemzetnek a különböző réz, ezüst és aranypénzeinek a dolgait. Egészen fantasztikus pénzérméket látunk itt kivetítve néha ezeket a versenyeken. Na most hát mégis a vetélkedő sorozatnak nem az elitnek a alátámasztása a célja, hanem a pénzügyi kultúrának a fejlesztése, és a pénzügyi kultúra, a pénzügyi műveltségnek a fejlesztése, ez a fiatalokon keresztül, a pedagóguson keresztül szétsugárzik azokban az iskolákban,
akik részt vesznek, és ezeknek az iskoláknak a száma azért nem kevés Magyarországon. És hát vannak online fordulók, vannak szóbeli fordulók. Megmondom őszintén, hogy a zsűriben is nagyon sok embert megmozgatnak, hiszen a megyei fordulóknak a története, én a Szegeden látom a kollégáimon, hogy mennyire komolyan veszik, amikor zsűri tagként, elnökként közreműködnek, és ott izgulnak. A társaságnál némi kajánkodás is volt bennem, hogy hát én majd még a végén jövök az egésznek a sorozatában. Na most személyes élményt is azért annyit szeretnék mondani, hogy a hagyomány, hogy egy ilyen konferenciára sor kerül az indításaként ennek, és hát tulajdonképpen ennek a konferenciának úgy gondolom, hogy egy szemléletformálása célja is, nem pénzügyi ismereteknek az átadása. Ő annak a fontosságnak a felismerése, amit Ábel professzor úr, Tamás is beszélt, és hát óhatatlanul érinti azért a pénzügyi edukációnak a helyzetét, ez a, hogy van Magyarországon, hogy van, mennyire vagyunk kiszolgáltatva a pénzügyekben, és hát nem tudok attól a gondolattól szabadulni, hogy az állam szerepe ma nem csak természeti katasztrófák, migráció, vagy a háborúk elleni és a közrendvédelme, tehát az állam, hanem a pénzügyi biztonságnak a megteremtése, ami vagy van, vagy nincs, és a pénzügyi biztonság hiánya az legalább annyira tragikus egy ország számára, mint hogyha egy árvízi katasztrófa vagy földrengés sújtaná az országot. Gondoljuk el, hogy legalább annyian válnak földönfutóvá, tönkretett emberré, gondoljanak a devizahitelesek történetére, vagy ezekre a fordulatokra, ami a pénzügyi kultúra hiányával is összefüggött, hogy ezekbe a történetekbe bele tudtunk futni, még lexikális pénzügyi ismeretekkel rendelkező emberek is. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy misszió, amit a pénztár konferencia sorozat fölvállal, és hát az újdonságok, a módszertani megoldások, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogyha úgy tetszük, nagyon biztonságban éljünk így együtt, ne lehessünk becsaphatók, ne váljunk becsaphatókká, és mi se csapjunk be másokat néha akaratunkon kívül. Ez egy önfegyelem próba is, és egy nagyon nagy dolog, hogy erre sor kerül. Hát én azt tudom kívánni, hogy ez a konferencia minél sikeresebb legyen. A sikeres konferencia, a sikeres nyitány az egy jó operánál is nagyon fontos. Sokszor az operából a nyitány marad még legjobban. Úgyhogy azt játsszák a legtöbbször, úgyhogy kívánom még, hogy a következő években is a nyitány szóljon, fanfárokkal, muzsikaszóval, jó környezetben, kiváló előadókkal, mint ez ma is várható. Minden jót!